Jó napot, Miss Ocean. Még nem biztos, hogy szabadlábra kerül. Hibáztam. Ne is szépítsük. De ha úgy alakul, hogy kiengednek innen, akkor... visszafogottan fogok élni. Szerzek valami rendes munkát, új barátokat. Fizetem a számlákat. Belegondoltál, hogy ez egy 20 emberes meló lenne? Elég két is. Miért terölteted ezt? Azért, mert élvezem. Mennyi idő lenne elkészíteni 7 darab ékszert? 5-6 óra. És azt mondanám, hogy nem kéne többi az anyáddal élned? És lehet, hogy paszkodj, Patinéje! Kevesebb. A neved? Nightball. És az igazi neved? Eightball. Nem akarok szegény lenni! Mit szólnál egy kis tőkeinjekcióhoz? Visszakaphatnám az urámat? A lövét is. Bocsász. Nem gáz. Éppen vacsit készítek a gyerekeknek. A garázsba várlak. Elmondjam, hogy milyen komoly meló lenne? Nem, kiszálltam. Akkor elmondom, hogy milyen komoly. Pipakit hol leszek? Vigyél el engem is. A mami nagyon komoly üzleti útra megy. Három hét múlva lesz a nagybál a Metropolitanben. Mi pedig lecsapunk. Nem magára a bárra, hanem Daphne Kruger hatyúnyakára. Ennek az értéke több mint 100 millió dollár. 150 millió, bocsika. Több mint... Bosszú, ez dupla kasza. Néhány csinos profi. Egyszerre egy melóra koncentráljunk. Swift. Mi lenne, ha csak buliznánk? Muszáj rabolnunk is. Muszáj. Ez genetika? Mindenki ilyen a családban? Nem menjünk bele. Ocean's 8, az évszázad átverése.